A második csakrán következik, a színe a narancssárga, és ott mögöttem is látszik a csakra soron, tehát ott a második. A Svadhisthana csakra a második csakra. Hát ezt szokták ilyen nagyon leegyszerűsítve szexcsakrának nevezni, én nem szeretem ezt a kifejezést. A szakrális csakra szerintem a sokkal méltóbb ehhez az energia központunkhoz. Ugye, ahogy mondtam, a gyökércsakra az lefele mutat a föld irányába, innentől egészen a homlokunkig már előre és hátrafele is van ilyen tölcsér jellegű energia örvényünk, ami ugye felveszi és leadja az energiát. A köldök alatt található két ujjnyival, tehát indultunk a gyökércsakrával a farokcsonttól, ez pedig a köldök alatt, hát 2-3 ujjnyi. Ugye ide a nemi mirigyek tartoznak, az ösztrogén, a progeszteron és a tesztoszteron hormon, és alapvetően az érzések. Ugye itt a gyökércsakránál és a létfenntartásról beszéltünk, de itt inkább ez az utódlás típusú létfenntartás, tehát a késztetésed, hogy utódokat hagyjál magad után, tehát valamilyen módon fent tudjál maradni a világban, tehát ezért kapcsolódik ugye a szexuális késztetéshez. Ugye ide tartoznak a családi kapcsolatok, és az alacsonyabb rendű érzelmek, ezek pedig a kédű, a félelem és az agresszió. Ugye itt a helyéből adódóan az emésztés lesz a témája, tehát ezek az étkezési problémák, étvágytalanság, kapcsolati gondok és kreativitás. Itt tudod megélni jól a nemiségedet, a nemiséggel kapcsolatos érzelmeket, az alkotó szellemet, hogy hogy jön ide az alkotás, ugye a munáki női rítusban, ami egy perui rítus, ezt is szoktam egyébként átadni időnként, ugye azt mondjuk, hogy a nőnek a méhe a legnagyobb alkotó központja. Hát vajon miért? Azért, mert a legnagyobb alkotásunk a gyermek. És ugye őt ott hordjuk ki. Tehát nem véletlenül kapcsolódik ehhez a csakrához az alkotási szellem. Nyitottság és befogadás a kapcsolatra, ugye a kapcsolódásra. Nemi szervek, prostata, húgyholyak, húgyvezeték, vese, vékonybél, vér, nyirok, emésztőnedvek, sperma, nemi szervek váladékai. Hát ezt így nagyjából már magunktól is ugye ki tudtuk volna találni. És akkor ehhez kapcsolódóan ugye az étkezési zavarok, tehát a bélgörcsök, felfúvódás, gyomor problémák, gombás fertőzések, ugye ami a nemi részhez tartozik, hólyak, herebetegségei, impotencia, méh problémák, menstruációs gondok és a ciszták. Ugye 6 szirmú lótusz lesz már a jele, a víz az eleme, aminek a jelképe vagy egy kör, vagy egy holdsarló. Tehát általában egy 6 szirmú lótuszon belül található a kör, vagy a holdsarló, és akkor a VAM lesz a mantrája, tehát Viola Aladár Miklós, és akkor ezt megint VAM, 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 de hát ezt bármilyen hangon, bármilyen cifrázással, teljesen mindegy, a lényeg a rezgés, amit kelt, és az fog abban az adott csakrában egy olyan energetikát kiváltani. Ugye a 6 szirom az narancssárga, és a középen a víz az pedig ezüst. A borostyán és a karneol, tehát ők azok az ásványok, amik a leginkább ugye a narancssárgához hasonlítanak, a vanília és a fahéj, nyilván a vaníliánál nem a színe. Édes és trópusi gyümölcsök, dinnye, mangó, marakuja, narancseper, kókusz, aztán a csonthéjasok közül a mandula, dió, napraforgó mag. Fűszerek, ahogy mondtam, a fahéj, vanília, szezámmag, köménymag és édes paprika. És akkor ugye a jogában kifejezetten szeretjük a csípőnyitást, a hozzám járók velem, gyakorlók közül sokan vannak, akik kifejezetten erre az órára szeretnek jönni. Ugye itt, hát lehet ezt is állva gyakorolni, nyilván nagy terpeszes gyakorlatokkal, a mély guggolás, ugye az egy tipikusan ehhez kapcsolódó gyakorlat, amit én magam nagyon-nagyon szeretek, illetve ülve szoktuk
a csípőnyitásokat. Ami nagyon fontos, hogy ugye a galambpóz az egy nagyon jellemző póz a jogában, amikor az egyik lábad az így a lábszárad magad előtt van, és a másik lábadat pedig hátra kinyújtod a talajon. Ez igazából, illetve a többi csípőnyitó póz is, hogyha nagyon ránehezkedsz, és hosszan benne vagy, mint mondjuk az olyan típusú jogákban, mint például a yin joga, én ezt annyira nem javaslom. Tehát az, hogy mindenféle izom kontroll nélkül belefeledkezni, és a súlyunkkal terhelni még azt az adott lágyszövetet, az nem annyira okos. Tehát a csípőnyitást is úgy tanítom a jogaórákon, hogy hozzunk létre izomkontrakciót. Tehát amikor egy picit mintha közelíteném, mintha távolítanám, mintha arra csúsztatnám, mintha erre csúsztatnám, mintha mennék a talaj irányába, mintha kiemelkednék, és ezt a sok mindent egyszerre létrehozott, akkor ott létrejönnek a banthák, az energetikai zárak, létrejön egy olyan izom munka, ami nem engedi mondjuk az adott ízületet túlnyúlni. Jó, és akkor itt megint a jóga idézet. Ha aktiválódik a szádaka, azaz a gyakorló megszabadul a betegségtől, kicsattanó egészségre tesz szert, nem érez fáradtságot, barátságos és részvételes lesz, befolyásolni képes az alacsonyabb rendű érzelmeket, amik ugye a kégyű és a félelem. Hibás működés esetén a nemi szervek belek működéséhez kapcsolódó betegségek alakulhatnak ki. Ugye erről beszéltünk, mióma, menstruációs zavarok, prostata problémák, gombás fertőzések és bélgörcsök. Ugyanúgy, ahogy a gyökércsakránál, tudunk vele dolgozni, hogy narancssárga ruhát, legjobb az alsó nemű, ugye, mint a gyökércsakránál is, pont ugye az befedi ezt a területet. Amit tudsz még csinálni, hogy ugye belenyúlsz ide a csakrába, elképzeled, hogy kidobod belőle a fáradt energiát, a negatív energiát. Aztán azt is elképzelheted, hogy itt belélegzel, és a tenyereden kilélegzel, és akkor behozod a fényt, és elkezded tölteni azt a területet. Vagy elképzelhetsz ide egy narancssárga energiagömböt, amit belélegzel, és leviszed oda a csakra területére. Vagy egyszerűen elképzeled, hogy a köldököd alatt van valahol az orrod, és ott elkezded belélegezni a pránát, az életerőt, életenergiát, és elkezded feltölteni ezt a területet. Most még eszembe jutott itt a karkötőknél, ugye van egy ilyenem, ez egy ilyen kis családi karkötő, ezt egy nagyon szép beavató szertartáson kaptam a mesteremtől, ahol egy nevet is kaptam, Krisangi Mádava, amit megálmodott egyszer nekem, ebben is van például piros és narancssárga, tehát mondjuk így, hogy ide pillantottam, akkor ez a kettő karkötő éppen az alsó két csakrámat, azt szépen segíti, hogy egyensúlyba kerüljenek. Még az egyensúlynál én nagyon szeretem, hogy mondjuk elképzelsz egy olyan szimbólumot, ami például a yin és a yang, és akkor mondjuk ezt a szimbólumot oda képzeled, és abba lélegzel bele, és nyugodtan képzeld el narancssárgába. Szóval, hogy legyen ilyen teljesen laza és kötetlen minden, amit csinálsz. Tehát felejtsd el a merevséget, azt, hogy most így kell, vagy hogy hallottam, nem emlékszem, tök mindegy. Ami eszedbe jut, neked az lesz a jó, ha elképzeled, meg fog történni. A másik a yin-yang-jelen túl még a két karú mérleg, amikor én azt így elképzelem, azt, hogy így azt is egyensúlyba hozom. Úgyhogy mik is a jók? Jó megerősítések, mert ezt ide nem írtam ki magamnak, mint az előbb. Mondjuk nyitott és befogadó vagyok. Az alkotó szellemem teljes potenciáját kihasználom. Kreatív vagyok. Meg tudom élni a nemiséggel kapcsolatos érzelmeimet. Meg tudom élni a nemiséggel kapcsolatos vágyaimat, és akkor így nagyjából ezekkel tudod magadat egyensúlyba tartani. És narancsárga.